Ismét színházi témával folytatjuk a délelőttet, mert hogy itt van már velünk a stúdióban Pásztor Ádám színművész, nagy szeretettel köszöntelek! Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves nézőket. Na hát akkor először is ugorjunk vissza még gyermekkorod karácsonyaiban, mert nagyjából minden beszélgetést így kezdünk a délelőttben. Hogyan emlékszel ezekre a karácsonyokra? van -e esetleg kiemelkedő a gyermekkorod karácsonyai közül? Én az első tíz évemet panelban töltöttük a szüleimmel, és a tizediken laktunk, és mindig nagyon nagy, nagyon nagy várakozással töltött el az, hogy hogy karácsony van, és emlékszem, hogy mindig így, mielőtt még ajándékbontásra került a sor, illetve a karácsonyfa feldíszítésére, előtte mindig a mamáknál voltam, nagyon sokat falun, illetve édesapám szüleinél, és mindig mire hazaérkeztem, addigra már fel volt díszítve a karácsonyfa, és ott, volt a, ott voltak az ajándékok, illetve Hát, mindig, mindig egy ilyen nagy, nagy családi összejövetel volt. És akkor te is azt csináltad gyermekkorodban, hogy amikor már mentél hazafele, akkor kukucskáltál az ablakokon, vagy nézted mondjuk az emeleteken, hogy, hogy hol van már a karácsonyfa, és hol világít az ablakban, mert akkor már biztos, hogy hozzátok is megérkezett. Nekem ez volt a taktikám. Hát ugye a tizedik emelet az azért viszonylag magasan van. Oda már nem láttam. föl. oda már nem láttam föl, viszont amikor beérkeztünk a lakásba, akkor Ugye ilyen félig meddig üvegajtó volt, szóval így lehetett látni, hogy már a fények azok így villódznak az üveg mögött, és akkor már lehetett tudni, hogy a Jézuska itt járt, illetve a karácsonyfa fel van díszítve, úgyhogy a gyermekkorodban biztos kiemelt helyen szerepeltek az ajándékok, van mondjuk ilyen emlékezetes, amire mondjuk nagyon vágytál, és mondjuk ott találtad a karácsonyfalat? Én abszolút Star Wars fan voltam, illetve vagyok is, úgyhogy mindig valamilyen ilyen csillagok háborújás játékot kaptam, Legót, vagy, vagy akármi, ami ezzel kapcsolatos volt, és hát mindig, mindig nagyon örültem neki. Hogyan változtak ezek a karácsonyok? Mert gondolom ilyenkor már azért felnőtt fejjel másképp állsz ehhez az ünnephez, tehát nem feltétlenül mondjuk az Persze. ajándékok vannak első sorban. Hogyan ünnepeltek most? Hát most egy fontos dolog van, hogy a család együtt legyen. Tehát, hogy, hogy az, a, az a karácsonyi időszak, az a pár nap az úgy meghittségben teljen el, szeretetben, nyugalomban, békében, és mindig azt, azt szoktam mondani, hogy hogy, hogy szerintem az a legfontosabb, hogy minden nap így teljen az egész évben, hogy ne csak karácsonykor legyen meg ez a, ez a nyugalom, ez a szeretet, hanem az egész évet járja, járja végig, és ez legyen egy ilyen alapállapot, úgymond. Úgyhogy nyilván az ajándékok terén ez sokkal beljebb fordult nálunk is ez az ünnep, tehát, hogy sokkal inkább a belső, belső dolgokra fektetünk nagyobb hangsúlyt. Tehát, hogy nincsenek nagy ajándékozások, hanem inkább az az a, az, az öröm és az a, az a pillanat, hogy együtt lehet a család. És ilyenkor mondjuk vannak-e nagy éneklések nálatok, mondjuk akár Szenteste is? Hát neked, akinek ilyen jó hangod van, gondolom kötelező az, hogy hogy ne lemezről vagy ne CD-ről rakjátok be mondjuk a mennyből az angyalt. Nem, egyébként. egyébként most már ez, ez annyira nem nem, nem nem megy ez a dolog már mint a, a, az éneklés, tehát hogy a szüleim is annyit követnek és járnak színházba, hogy, hogy ezt nem követelik meg tőlem, de de azért előszokot fordulni, hogy amikor már pár pohár bort fogyasztottam akkor akkor magamtól is ö, belekezdek a dalokba. Nézzük meg a 2018-as évet, azért jó pár premier és nagy előadás a hátad mögött van. Ezek közül mondjuk ki lehet emelni egyet, vagy van mondjuk, ami talán jobban közel állt a szívedhez? Ö, hát hogyha frissen kell nyilatkozni a dolgokról, akkor pont most péntek-szombaton mutattuk be ugye a képzelt riportot, és ö, és ez azt gondolom, hogy felülmúlt a mi elvárásainkat, tehát hogy nem tudtuk, hogy a nézők erre az egész új köntösre hogy fognak reagálni, ami a darabot illeti de tapsal fogadták mind a két előadást, úgyhogy, úgyhogy most szerintem ez áll a szívemhez a legközelebb. Ennek van mondjuk alapja a régi képzelt riporthoz képest? Tehát itt azért vannak szálak, amik, amiket megőriztetek? Vagy miben más ez a képzelt riporta? A idézőjében a régi klasszikushoz képest. Igazából a zenék azok megmaradtak, tehát hogy a presszernek a dalai azok abszolút megmaradtak, és, és ezekhez a dalokhoz íródott egy újabb történet, amiben a szereplőknek a viszonyrendszere is tulajdonképpen megmaradt, csak a, abban, abban változott, hogy a dialógnak a stílusa, illetve az, hogy ez nem egy, egy pop játszódik, hanem hanem ez az online, illetve a közösségi médiának a világában. Tehát akkor végül is új köntösben, Abszolút. de de a régi előadást láthatjuk végül is, vagy hát nyomokban hát régi előadást is tartalmaz. Igen. igen, igen. Ugorjunk vissza még szintén november elejére, amikor a Paplászló Sport mutattátok be az arany balladán alapuló vörös rébéket, arról már korábban beszélgettünk, igen. de most gondolom egészen más hangulata volt, hogy egy ekkora helyen játszottátok el. Tel teljesen, teljesen más volt igazából. Ö, ugye ezt nagyon ritkán szoktuk ezt az előadást játszani, és, és amikor nyáron kiderült, hogy ez lesz a, a, a sportarénában, akkor azért nagyon nagy várakozás előzte ezt meg, illetve ö, készültség, hiszen a díszletet is egy sokkal nagyobb térbe kellett áthelyezni, illetve ugye lett falakkal bővült az előadás, ami, ami ugye pluszban azt gondolom, hogy az autistáknak a rajzaival egy, egy külön élményt adott ahhoz, hogy, hogy, ők hogy gondolkodnak a világról. És a színpadon mi is él, élőben ugye egy, egy, más világot hoztunk, tehát hogy így, így nagyon sok minden összművészeti alkotást találkozott egyszerre a, 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 színpadon, és, és úgy gondolom, hogy az előadásnak a, a komolysága, illetve a mondani valója az, az abszolút, abszolút átjött, és nagyon féltünk attól, hogy, hogy ebben a nagy térben hogy fognak terjedni az energiák, illetve amit mi így próbálunk a, a színpadról közölni, hogy az, az elérjen az utolsó sorig is, ami azért tőlünk nagyon, nagyon messze volt, de úgy gondolom, hogy a, a, a végén a tapsban ez, ez abszolút kiderült. Akkor hogy az üzenet eljutott végül is a közönség Istenne, minden sorába. Igen. Nézzük meg, és maradjunk még egy picit a színháznál. Vannak neked kifejezetten mondjuk színházi szerep álmaid, vagy nem tudom, hogy ilyenkor színészek miket szoktak, vagy miket mernek megfogalmazni magukban? Hát álmok azok mindig vannak, és, és mindig is voltak. Én igazából itt egy kicsit így nézőpontot váltottam ebben, a, ebben az egész dolog, dologban, hogy, hogy én nem. Tehát azt határoztam el, hogy én nem megyek így a, a szerepek után, hanem majd a szerepek tényleg megtalálnak engem, és így. Rá rezonálunk egymásra, a, amiben éppen én, én is teljes mértékben ki tudom adni önmagamat, vagy bele tudom adni azt, ahol éppen szakmailag tartok. Úgyhogy ezek a lehetőségek szerintem folyamatosan megtalálnak, illetve jönnek annyi, annyiban változott, hogy nincsenek már ezek az álomszerepek, hogy mondjuk a nyomorultakból nagyon szívesen eljátszanám a Máriusz szerepét, de hogyha az nem jön össze, akkor úristen, most ez nem jött össze, hanem jön helyette más, ami éppen lehet, hogy számomra aktuálisabb, mint mondjuk az a feladat. Hm. És ha már aktualitásoknál tartunk, akkor azért a közösségi médiában te is elég erőteljesen jelen vagy, és azért megosztasz, megosztasz apróbb dolgokat a, az életedből, és itt egy cikket emelnék ki, vagy egy bejegyzést, amikor a környezetvédelem fontosságát próbálod megmutatni a a rajongóidnak, igen. vagy hát arról mesélsz, hogy például több évvel ezelőtt miért váltottál húsmentes étkezésre, ez miért fontos neked, vagy miért érzed fontosságát annak, hogy megmutasd ezt a, a fiatalabb nemzedéknek is, mert azért a, a rajongók között én azt gondolom, hogy azért fiatalabbak vannak Igen, jelen. igen. Hát én, én ezt azért azért tartom fontosnak, mert hogyha már tényleg az ember egy kicsit egy... Hát azért ez a színész szakma, vagy ez a művész szakma, ez egy kitettebb. Tehát ez sokkal jobban szem előtt van, mint mondjuk bármilyen másik. És hogyha már van lehetőség arra, hogy egy közösségi médián keresztül mondjuk információkat, vagy tapasztalatokat tudjunk megosztani másokkal, akkor, akkor szerintem ez, ez nagyon fontos. És Ö, engem mindig nagyon érdekel az, hogy, hogy ö, jelenleg hol tart a, az emberiség, hogy, hogy használjuk ki a, a földünket, tehát hogy a, a szó sajnos negatív értelmében, és hogy mit lehet ez ellen tenni. És nyilván kis emberek vagyunk, porszemek vagyunk, és, ö, és lehet, hogy ö, hogy azt gondolja az ember, hogy ő a maga saját kis világában nem tud sokat tenni ezért a világért, de szerintem pont, hogy, hogy az ilyen kis lépésekkel tudunk előrébb és előrébb menni. És ha már karácsonynál tartunk, akkor mi lesz a karácsonyi vegetáriánus menü, vagy van -e erre példa, vagy hogyan készül mondjuk, nem tudom, a töltött káposzta vegetáriánus módon? Hát őszinte leszek, azt én sem tudom, én sem tudom, de, de az biztos, hogy Biztos, hogy valamikor kifogom fogom próbálni. Hát én igazából, hogyha főzni szoktam, akkor abszolút saját kútfőből. Hogyha mondjuk ezt és ezt összekeverem, akkor az biztos, hogy rossz nem lehet. Úgyhogy a karácsonyi menü az szerintem ilyen töltött zöldségek, tehát töltött padlizsán, grill zöldségek, ilyesmi, tofu. Tehát, hogy ezeket tudom különböző fúziókban elképzelni és egymással. És tudod, mi a jó, hogy a beigli és a mézes kalács az legalább húsmentes. Igen, igen, ez így van. <laughs> Ádám, nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és áldott békés karácsonyt kívánunk Viszont neked. Viszont kívánom mindenkinek.